Hamarosan 3.47 ez a ma reggel az m en Megkezdte a tavaszi ülés szakát a parlament. Az első ülés Orbán Viktor miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődött. Az elhangzottakat elemeztük tegnap a ma estében. Nos, a vakcinál a feltétel az újranyításnak, ahogy hallhattuk az imént, illetve az elmúlt percekben, és azt is, hogy május végéig három és fél millióval több ember tudnak itthon beoltani, mint más hasonló méretű uniós országban. Minek köszönhető az, mint hogy fogalmazott a kormányfő, hogy Magyarország a járvány idején tudta állni a sarat? Ez annak is köszönhető, hogy önerőből több oltóanyagot tudtak rendelni? Hát először is szerintem az, hogy Magyarország tudta állni a sarat, az elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar gazdaság erős lábakon állt. Hogyha egyébként visszaemlékszünk arra, hogy 2008-ban hogyan érte a magyar gazdaságot egyébként a gazdasági válság, akkor pontosan tudjuk, hogy akkor egy rendkívül rossz helyzetben volt a magyar gazdaság, és már akkor jelentős megszorításokkal kellett egyébként szembenézni a magyar embereknek. Ehhez képest a koronavírus okozta gazdasági válsághelyzet, az egy erős gazdaságot talált, egy erős magyar gazdaságot, és éppen ezért egyébként most teljesen más vitákkal szembesülhetünk, mint például 2006-ban vagy 2008-ban. Tehát ezek a mostani viták nem arról szólnak, hogy melyik társadalmi csoportoktól, vagy a gazdaság melyik szegmensétől kell egyébként elvenni többet a magyar államnak, hanem arról szól, hogy hol lehetne több adócsökkentést, hol lehetne többet adni az ember. És hol lehetne egyébként még több pénzzel megerősíteni a magyar gazdaságot? Az oltás helyzettel kapcsolatban pedig a magyar kormány nem várt az uniós szervekre, vagy hát legalábbis egy ideig várt, aztán felismerte azt a helyzetet, hogy az Európai Unió, ahogy egyébként minden egyes válságot, kezdve a 2008-as gazdasági világválságot, vagy a migrációs válságot tekintve is késlekedett, nem adott egyértelmű válaszokat, és éppen ezért, ahogy egyébként a magyar kormány, úgy a német kormány is elkezdett egyébként különutas megoldásokban gondolkozni, és elkezdte egyébként azokat a vakcina beszerző körutakat, amiket egyébként muszáj volt annak érdekében, hogy minél előbb újra lehessen indítani a magyar gazdaságot. Hallhattuk azt is, hogy mik lesznek a következő időszak legfontosabb tennivalói. Ide sorolható a lakosság minél szélesebb körű beoltása, a korlátozások fokozatos feloldása az emberek véleménye alapján. Ugye ezért konzultációt is indítanak, ez már a tizedik lesz, valamint a gazdaság újraindítása is ide sorolható. Ez négy ütemben valósul meg. Mit gondol, hogyan teheti a mostani gazdaság politika, akár a válság nyertesévé is hazánkat, valamint mi a garancia egyébként arra, hogy a válságból való kilábalás az nem fog elhúzódni? Hát nézze, akkor lehet -e egyébként újraindítani a gazdaságot, hogyha az átoltottság mértéke minél magasabb lesz Magyarországon. Ezt egyébként úgy lehet csak megtenni, hogyha a Magyarország nem vár az uniós vakcinára és a nyugati vakcinákra, hanem elkezdi egyébként az oltást a kínai és az orosz vakcinákkal is, mivel nincs más lehetősége, tehát minél gyorsabban be kell oltani az embereket, és minél több embert be kell oltani annak érdekében, hogy a gazdaságot újra lehessen indítani. Hogyha a gazdaságot pedig újra lehet indítani, akkor lehet <coughs> Abban gondolkozni, hogy hogy a nyitást és fokozatosan megtegye a magyar kormány. Természetesen ezt, ezt rendkívül okosan kell megcsinálni, mert láthattuk egyébként több nyugat-európai országban is, hogy akik idő előtt nyitottak, mint például a portugálok, ott nagyon rövid időn belül újra elkezdődött a járvány, sőt egyébként még magasabb számokat is láttunk, mint a, ami a nyitás előtt voltak. És ez nyilvánvalóan egy nem egy járható út. Tehát amíg nincsen megfelelő számú vakcina, addig ezt nem lehet, nem lehet egyszerűen megkezdeni, csak akkor lehet, hogyha az emberek egyébként hajlandóak magukat beoltani, és itt egyébként kulcs szerepe van az ellenzéki pártoknak is, akik egyébként folyamatosan hergelnek az orosz és a kínai vakcina ellen. Itt külön kiemelendő szerintem a demokratikus koalíció, amely még azt is megengedte magának, hogy aláírás gyűjtésbe kezdjen egyébként a kínai vakcinával szemben, holott azért láthatjuk, hogy már több millió embert beoltottak a kínai vakcinával, és nem csak Kínában, hanem egyébként Szerbiában is jelentős számú magyar embert is beoltottak a vajdaságban. Tehát egyenlőre azt lehet mondani, hogy ez egy sikeres program, és hogyha Szerbiában működött, akkor Magyarországon is működnie kell, és ez a feltétele annak, hogy ahogy egyébként kormánypárti politikusok fogalmaztak, a kanyarban lehessen előzni a nyugat-európai országokat. A vakcina beszerzés tehát és a gazdaság újraindítása szorosan összefügg, sőt, és hogyha már az ellenzéket említette, ugye eddig korábban folyamatosan azt tapasztalattuk, hogy a demokratikus koalíció is támadja a kínai és orosz oltóanyagot. Ugye ezt nem is szakmai ismérvek alapján fogadták el itthon, legutóbb erről beszéltek. Ma pedig már Gyurcsány Ferenc úgy fogalmazott, hogy eddig elővigyázatosságból ellenezték ezeket az oltóanyagokat. Miért kommunikálnak többféle irányban? Mi ez a taktik? Tēnā Ez egy jó kérdés, egyébként Gyurcsány Ferenc a tegnapi évértékelőjében is, ugyan, bocsánat, Azt a szombati évértékelőjében is ugyanígy fogalmazott, és egészen megdöbbentőek voltak ezek a nyilatkozatok tőle, hogy ők nem is támadják a keleti vakcinát, és sosem támadták a keleti vakcinákat. Szerintem egyébként ez abból az okból eredeztethető, hogy valószínűleg tisztában vannak azzal, hogy az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség is nem sokára egyébként Pecsétet fog adni ezekre a vakcinákra, és akkor ez a kommunikáció egész egyszerűen meg fog dőlni. És Gyurcsány Ferenc nyilván ennek elébe megy, és úgy csinál, mintha mi sem történt volna, mint mintha ők sosem sosem keltettek volna egyébként oltás ellenes hangulatot, holott pontosan lehet tudni, hogy ez megtörtént, és ők hergelik a saját választópolgáraikat egyébként az ellen, hogy, hogy az átoltottság minél magasabb legyen. Hogy, ez, ennek, hogy mi a szándékuk, nyilvánvalóan szerintem az, hogy ez a gazdasági válság ez minél inkább elhúzódjon, és fel tudja mutatni azt, hogy a magyar kormány nem tudja megfelelően kezelni a válságot, és nem, nem nem, képesek, nem képesek a, 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 oltási kedvet gerjeszteni a magyar társadalomban. Ez az elhúzódó gazdasági válság pedig nyilván az ellenzék ma már hajtaná a vizet. Nézzünk egy másik témát is, mert hogy ma nem csak, hogy megkezdődött a tavaszi ülésszak, de tisztelektek a, a képviselők a Visegrádi négyek fennállásának 30. évfordulója előtt is. Azon túl, hogy Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát és Magyarországot Összeköti az, hogy egykoron ugyanarról a mélypontról jöttek fel. Ma mi az a szellemiség, és melyek azok az erények, amelyek összekötik ezt a partnerséget? Szerintem a, a Visegrádi együttműködés, ugye hát azért nem volt ez egy mindig ilyen gyümölcsöző kapcsolat, tehát ez a 90-es, 91-ben jött létre, ez a szövetség egyébként újra, de ennek ellenére, tehát a Gyurcsány kormány alatt például gyakorlatilag mély ponton volt a Visegrádi Együttműködésnek a rendszere, és a 2010-es új Orbán kormány hozta vissza egyébként ezt, a, ezt az országok közötti együttműködést arra a gyümölcsöző szintre, amit most egyébként ez a négy ország ünnepelhet. Nyilván ennek az együttműködésnek az a legfontosabb ismérve, hogy természetesen ezek az országok kulturálisan is rendkívül közel állnak egymáshoz, és felismerték egyébként azt a tényt, hogyha összefognak, akkor az erőjük együtt akár olyan erős is lehet, mint egy nagy régi uniós tagállam, gondolok itt például Olaszország erejére, mert hogyha megnézzük, akkor lakosság számarányban ezt ezt a, ezen országoknak a lakosságát már elérik, ugyanakkor hát nyilván gazdasági erő tekintetében ez még nem így van, de hát nyilván ez csak időkérdése, hogy a gazdasági erő az újra a Kelet-Európa felé terelődjön. A Visegrádi Országok kormányfői egyébként két nap múlva Krakóban tartanak csúcs találkozót. Biztos elhangzik majd ott is az, hogy Lengyelország után Magyarország veszi át a V4 elnökség vezetését idén nyártól. Azon túl, hogy az elmúlt 30 év eredményeiből, sikereiből fog merítkezni az ország, és szeretne tovább építkezni, hogyan segíthetjük elő az euróatlanti integrációt, és ez a jövő szempontjából miért kulcsfontosságú? Hát szerintem ezek, a, ezek az országok alapvetően abban érdekeltek, hogy hogy a nemzetállami struktúrák megmaradjanak, és az, abban érdekeltek, hogy ne a nagy uniós tagállamok dominálják csak és kizárólag egyébként az Európai Uniót, hanem együttes erővel fel tudjanak mutatni egy teljesen másik alternatívát is, akár Németországgal, akár Franciaországgal szemben. Én egyébként azt várom a magyar elnökségtől, hogy még szorosabbra fűzi egyébként ennek a négy országnak a kapcsolatát, úgy infrastruktúrálisan, mind az energetikai, politikai tekintetben, hiszen hogyha azt látjuk ezeknek az országoknak, főleg kelet-nyugati, irányú útjaik vannak, és az energetikai ellátásuk is főleg kelet-nyugati irányú, és azt szerintem az várható, hogy ezek észak-déli irányban is meg fognak kezdődni, és minél jobban összekapcsolódnak ezek, az, ezek a tagállamok.